Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma délutáni tanításon. Egy meglepően nyugodt és csendes napot töltöttünk együtt, ülőmeditációval, énekléssel és a sétáló meditációval. Most pedig ennek a gondolati oldalára tekinthetünk rá. Tudjátok azt, hogy a fénynek részecske természete is van, és hullám természete is van. Nagyon érdekes, hogy az ember a kettőt együtt ritkán látja. Nagyon különleges körülmények kellenek az, hogy egyszerre lásd ezt a kettőt. Az embernél a saját tudatfolyama, a saját karmája az vagy külső behatásokként jelenik meg, vagy belső impulzusokként. Vagy gondolatok és érzelmek részecske áradata, vagy egy olyasféle energia, ami hullámtermészetű, és csak érzed, felfogod. De mihelyt részecske lesz belőle, gondolat, érzelem, beszéd, szavak, tettek, mozdulatok, el szoktunk feledkezni a hullám természetéről. El szoktunk feledkezni arról, hogy egy hatalmas áramlat része minden, mi is. Amikor ebben az áramlatban énes örvények támadnak, az azt jelenti, hogy egy részecske megállt. Azért állt meg, mert azt a gondolatot kineveztük abszolútnak, azt az érzelmet magunkra égettük, azt a beszédet szintén abszolútnak fogtuk föl, hogy az így és csak így lehet, és két hónap múlva már nem jelenthet mást. Ezek az örvények, szanszkritul vrittik, a tudattalamban szennyeződéseket okoznak. Úgy képzeld el, mint a folyó mélyén a lerakódásokat, a hordalékot vinné az áradat, de a hordalék sziklává merevedik a folyó mélyén. Ebből keletkeznek a zátonyok és a szigetek. És ez egy folyónak nem baj. Itt van a Helenba-sziget, Szentendrei-sziget, kisebb szigetek még, nagyon szeretjük őket a Dunában. De amikor a tudatban keletkeznek zárványok, énesülések, abszolútnak kikiáltott karmák, akkor ezekből probléma származik, mert az életünk hajója zátonyra fut. Nem tudjuk helyesen élni az életet akkor, hogyha a tudat teljes keresztmetszete nem tiszta. Ezt hívjuk tudattalan zárványnak, tudattalan karmának, olyasféle maradványnak, ahol valamiféle pozitív, negatív kötődés azt a részecskét nem engedte feloldódni, nem engedte hullám természetként megnyilvánulni. Ez zen nyelven a formához való ragaszkodás. Ez egy tudatformához való ragaszkodás. Amikor valakinek görcsösen igaza van, a másikat nem tudja még meg se látni, nemhogy elfogadni. Amikor csak így és másképp nem tehetek. Ez úgy jön ki a kölcsönhatásban, hogy nem volt választási lehetőségem. Én ezt csak így láthatom, másképp nem. Tudod, hogy akkor a formához való ragaszkodás nagyon erős. Kóros mértéket úgy üt, hogy már az élet sem fontos, csak annak a formának, annak a tudatban jelenlévő, abszolútnak kikiáltott részecskének a működése. Ekkor megfordul a világ, és az ember szolgálja a saját karmáját, és a saját meggyőződését, fixa ideáját. Ennek semmi közzel hoz a nagy hithez, ami a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat tapasztalata. Ez a mániának az alapja, hogyha a tudat egyik örvénylő részéhez elkezdünk ragaszkodni és ezzel azonosulni. Honnan tudod, hogy ez történik? Nem szűnő viták vannak. Kivéthetetlen vesztességek vannak. Széttagolódik az energiaáram sok aprócska szárra belül, és nincs egység. Nem mered azt mondani, amit gondolsz. Nem nyilvánítod ki azt, amit érzel. Elkezded ezeket az örvényeket védeni, a tudattalamban letakart karmákat valahol óvni, nehogy meglásd, vagy mások meglássák. Tehát ez, amikor a folyam elkezd zátonyosodni, amikor a hullám elkezd csomósodni, részecskékbe szétesni, ez az úttévesztés kezdete. És hogyha belátjuk, hogy valójában mit tartalmaz a pillanat, mit tartalmaz a saját tudatfolyamunk, ha merjük feloldani az abszolútnak kikiáltott részecskéket, karmákat, egy hullámmá, folyammá,
akkor kezdünk el tisztulni. Nem véletlen, hogy az ábrahámita vallások egy része vízben keresztel. A folyamban feloldódik az ember, és újként jön föl, miután alámerítkezett. Tehát nézd meg ezt, ami nem csak szimbolikus, hanem energetikai is. Egy jó fürdés után azért te megtisztulsz, ugye? Miért? Mert leszedte azt az energiát rólad, amit te így fogtál, ennyire ragaszkodtál hozzá, hogy ez én vagyok, ez csak én lehetek. A világban ez az én, ez a picike kis részecske, na ez a legfontosabb. Nézd meg! A jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie. A fordítottja természetesen lehetséges, és néha szükséges, amikor ebből a folyamból egy részecskét létre kell hozni. Amikor azt mondod, hogy ide kikötünk. Ez egy sziget, amit létrehoztunk és kikötöttünk. Ez a mi közös nézeteinknek a szigete. Lehet, hogy mások nem így gondolkodnak. De nem vagyunk elszigetelve a többi alakulattól, a többi földterülettől. És bármikor képesek vagyunk folyóra szállni ismét, vízre szállni azért, hogy tovább utazhassunk. Tehát az ürességhez való ragaszkodás ugyanolyan probléma, mint a formához való ragaszkodás. Azért említettem a forma problémáját először, mert általában ezt követjük el 99,9%-ban. Az ürességhez való ragaszkodás az az, amikor a hegytetőn ül a szerzetes egy gyönyörű zenteremben, és nem hajlandó lejönni. Tehát a nirvanisztikus, teljesen kiürített, de számára teljes lét, az ott megnyilvánul. És neki bőven elég az a napfény, ami odaesik. Bőven elég az az étel, amit oda fölhoznak. Bőven elég az az egyöltözett ruha, amilyen van. Nem kell több. És tudatával egy hatalmas teret érzékel, teljesen tiszta, tükörszerű állapotban van, ezt meg is tartja, és nem kívánja, hogy ennek a tükörnek tárgya legyen. Nekünk annyi tudattárgyunk van, hogy kezd a tükör eltűnni, és néha, hogyha a tárgyak nagyon kemények, össze is törni. Amikor nem tudunk tükrözni, akkor ragaszkodunk, akkor hamis azonosulásban vagyunk. És amikor idejöttök, és kezditek a terhet levetni, ne érezd rosszul magadat, hogy most nem vetted fel a telefont valakinek. Buddha természetünk előjoga, hogy te azt tapasztald. Az emberi mi voltunk a legfontosabb, és az emberi természetünk az elsődleges. Miért ne tapasztalhatnánk meg teljes valójában, teljes világosságában? És az első, és sajnos leggyakoribb válasz az, hogy nem merjük. Nem merjük, mert ezen a tükrön ott van vésve, festve, ragasztva az az önkép, akinek te gondolod magad. És ahhoz, hogy ezt a tükröt a teljes, tiszta mi voltában tapasztald, ahhoz ezt le kéne törölni. Ezt az önképet el kellene hagyni, el kellene engedni. És akkor az önkép helyett az önvalót tapasztalnád. Ezek a zárványok, ezek a kényszer szigetek feloldódnának a folyóban, és mint a hordalék, az idő elvinné őket. Semmi más nem kell tenned, mint hagyd, hogy a karmád elmúljon. Ne közd meg a téves nézeteiddel, a haragoddal, a kapzsiságoddal. Ne közd meg azt a karmát, amihez egyébként semmi között. Csak egyszer úgy gondoltad, de jó, de rossz, ez én vagyok. Na, az biztos nem én vagyok. Ez az a kereszt, amire fölfeszítjük a létünket. Ez az a kereszt, ahol fölszegezünk másokat. Ez te vagy! Ez nem te vagy! Jó vagy, rossz vagy! Úgyhogy próbálj meg feloldódni a pillanatban, és szilárd lenni a látásodban, egyszerre. És ha ez megvan, akkor a yin és a yang, a részecske és a hullám, a vonzás és taszítás, ezekkel az erőkkel megfelelő módon tudsz bánni. De hogyha hamis azonosulások terhelnek, hogyha hamis önképeket dédelgetünk, akkor biztos, hogy ezek a részecskék nagyon szomorú csomókká tudnak keseredni a palacsinta tésztában.
És a gyakorlat semmi más, mint hogy a lábas oldalán ezeket a palacsinta tésztában lévő csomókat eldolgozzuk. És akkor lehet enni, semmi gond. Sőt, fel lehet ajánlani másnak. És akkor a saját téves nézeteim csomói nincsenek benne. A saját hamis meggyőződésem zárványai nincsenek benne. És szabadon teremtek, szabadon tisztítok. Ha kell részecske, ha kell hullám, mivel segítek jobban? Hogyan tudom a lényeknek megmutatni az utat szavak nélkül? Hogyan tudok megfelelő tudatformával segíteni minden lénynek úgy, hogy ez nem látszik, hogy ezt ők külön nem tudják? Úgyhogy ez a zen, ez a gyakorlat, az a fajta egyévállás, amivel te, mint felébredő, bódhiszatva úton járó ember, másoknak és magadnak egyaránt tudsz segíteni. És hogyha most én ebben tudok nektek segíteni, akkor várom a kérdéseiteket. Hogy lehet az önképet elengedni? Ki vagy? Fülöp Bori. Ez a neved? Hogyha nevet változtatsz, és bemész az irodába, és kapsz egy új személyt, az megváltoztat téged? Nem. Így van. De hogyha te mondjuk Bori helyett Eufrozina leszel, mert éppen így döntöttél egy boldogságos pillanatban, akkor a rólad alkotott kép megváltozik. Akik jobban szerették a Borit, azok azt mondják, hogy meg van őrülve, miért lett Eufrozina? Akik az Eufrozinát szeretik jobban, azt mondják, hála Istennek, végre rájött, hogy ez az igazi neve, és ezt a Borit ezt elhagyta. De lényegében ettől te nem változol meg. Ez a név. A forma, most maradjunk csak a ruhánál, mint forma, ugyanez. Nagyon fontos, hogy a hölgyek szépek legyenek, a férfiakénk is, fest, csinos, úri emberek. Alapvetően nem a ruha teszi az embert, az viszont rád val, hogy milyen ruhát veszel föl. Ez így van. De sem a név, sem a forma nem jellemző rád. Alapvetően igazi természetünkhöz semmi köze. Úgyhogy így nézd azt meg, hogy az önkép az micsoda. És a meditációban megnézed azt, hogy ez az önkép honnan jön, mitől marad, és hová megy. És amikor azt mondjuk, hogy tér vissza a gondolkodás elé, akkor visszatérsz az önkép alkotás elé. A meditáció éberségét úgy fogd föl, mint amikor valahogy ezt a tükröt felfűtöd, és az összes énkép jégvirág rajta, és leolvad. És ezt a fajta megszabadulást nem lehet szavakkal leírni. Amikor te ott ülsz, és csak a madárdalt hallod, vagy csak a kakas kukorékolását hallod, akkor te nem vagy, és nem is hiányzol. Nincs egy olyan önkép, ami pozitív vagy negatív. Tehát ezt hívjuk tiszta jelenlétnek, tiszta tudatnak, tiszta tükörnek, de eredetileg nincs neve és nincs formája. Csak tapasztalni lehet, tudni nem. Úgyhogy ne aggódjunk az önképvesztesség miatt, hanem kövessük a helyes irányt, és cselekedjünk helyesen, beszéljünk helyesen, érezzünk és gondolkodjunk helyesen. Ekkor egyszerre vagy önazonos és önzetlen. Egyszerre segítesz másnak és magadnak. Úgyhogy önképeink nyugodtan mehetnek a szemétkosárba, mert úgyse voltak igazak. Az első pillanattól kezdve nem volt az, csak valaki vagy te ezt gondoltad, ezt akartad, ettől féltél, ezt kented magadra, vagy hagytad, hogy mások rád kenjék. Az első pillanattól kezdve az önképnek legjobb esetben részigazsága és idéglenes élete volt. De annyira akartuk, hogy az örökké és abszolút legyen. Itt a hiba. Ekkor keletkezik a szomorúság sziget az egészséges folyó közepén. Jó? Köszönöm, és akkor honnan tudjuk, hogy jól csináljuk? Onnan tudjuk, hogy nem követünk el annyi hibát, és amit elkövetünk, azt hamarabb javítjuk, hamarabb belátjuk. De hogyha az ember az, de jól csinálom, már le is esett a lóra. Egy újabb önképet legyártott. És akkor azzal nem használt se magának, se másnak. Rosszul csinálom? Azzal sem. Hol a hiba?
Vagy hogyha valakinek tudtam ezzel segíteni, és ő megköszönt, akkor nagyon szívesen. Ennyi. Ebből lehet látni. De ha egy ént legyártasz erre, akkor az alá fog hullani. Nagyon-nagyon keserű tapasztalás, hogy a legjobb elvonulás utáni első minősítés darabokra zúzza azt, amit elértél. Így van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én ehhez kapcsolódóan azt szeretném kérdezni, hogy akkor minden, amit szeretek csinálni, vagy úgy érzem, hogy az én vagyok, vagy ebben én ki tudok teljesedni, azt a karmám hozza létre? Nem, azt te hozod létre, és karmának hívjuk. Ennek a karmának nincs öntermészete, ezt mi teremtjük, és ebben a duális világban nem tud nem polarizálódni. Tehát bizonyos emberek jónak látják, mert az érdekeiket szolgálja, más emberek rossznak látják, mert az érdekeiket sérti. Alapvetően a fennmaradásunk, a teremtésünk, a túlélési ösztönünk, a birtoklásvágyunk, ezek diktálják azt, hogy valami jó vagy rossz. Egyébként ettől függetlenül eredetileg ez nincs. Nem az a baj, hogy van, hanem az a baj, ha nem látjuk az általunk létrehozott mi voltát. Mert hogyha ezt nem látjuk, akkor lehetetlen kompromisszumot kötni. Lehetetlen békésen együtt élni. Lehetetlen harmonizálni. Akkor állandóan abszolút falakba ütközünk, és akkor a következő lépés az, hogy fel akarjuk robbantani ezeket a falakat, holott a készítőjük rajta áll a jogarral, hogy ez az én királyságom. És ezt tudjuk tenni egymással, csak azért, mert a nézet nem helyes, a kiindulás nem helyes. Jó? Úgyhogy nagyon fontos, amit kérdezel. És honnan tudom, hogy valamit a karmám hoz létre, vagy a tiszta tudatom? A tiszta tudat mindig primér, az az elsődleges. A karma az mindig másod, harmad, negyedleges, és akkor érzed azt, hogy kényszerhelyzetben vagy, a fal adja a másikat. Úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött, ugye? Mert nem vetted észre a saját teremtésedet, vagy az egészben a saját kicsi részedet. Tehát nincs soha az, hogy te teljesen ott passzívan állsz. Miért? Mert egy adott helyzetben, egy adott kapcsolatban megjelentél. Nincs olyan, hogy rossz időben, rossz helyen. A karmád odavitt, a döntéseid azt eredményezték, hogy te ott jelen vagy. És innentől kezdve van között hozzá. Ha 1%, akkor annyi. Ha 99, akkor annyi. Tehát meg kell látnunk azt, hogy most ebben a pillanatban mit csinálsz. Mit érzel? Mit gondolsz? Mit beszélsz? Ez a négy nagy csatorna az, amivel teremtjük és kommunikáljuk a karmánkat az érzékszervi hatások mellett. Ha ez tudatos, akkor már látjuk azt az okozatiságot, amit létrehozunk. És ezt belül lekövetni, saját tükrünkben látni, azt jelenti, hogy szellemileg autonómmá válunk. Na, ezt a szellemi autonómiát nem adják könnyen, és nem adják ingyen. Nem azért, mert valaki megdrágítja, vagy megnehezíti, hanem azért, hogy mondtam a bevezetőben, mert félünk az önképváltástól, félünk attól, hogy már nem lehetünk azok, akik, ha mélyebbre megyünk, ha tisztábban látunk, ha engedjük, hogy a másik is tisztán lásson. Ezért van a zenben a három alapelem, a nagy kérdés, mi ez, ki vagyok. A tapasztalat alapján a nagy hit, mert tényleg abban hihetsz, hogy most itt ebben a szobában ülünk. Ha a pillanat tiszta, a tudat tiszta, akkor hihetsz a tapasztalatnak, mert tudod, hogy soha nem fogsz azonosulni vele, de 100%-ig átéled. És a nagy bátorság az, hogy ezt a kettőt viszed, hogy ezt megtartod, hogy nem engeded, hogy valami csillogóbra vagy könnyebbre fölcseréld. Tehát a nagy kérdés, a nagy hit és a nagy bátorság, nem fizetsz elő semmilyen jelenségre, amit nem akarsz. Nem fogsz elhinni illúziókat. Úgyhogy ezért nem adják ingyen ezt a tisztánlátást, és ezért nem könnyű az út. De egyébként nehézség sincs benne. Úgyhogy ezt lehetne csinálni, csak belül meg kell fizetni az árát. És az ára az, hogy te lemondasz a téves nézeteidről, hiába szoktál hozzájuk. Lemondasz a szélsőséges harag és kabzsiság reakciótól, pedig olyan erősnek tudjuk érezni magunkat, amikor dühösek vagyunk. Wow!
ugye? És annyira hatalmasnak, amikor rengeteg birtok tárgyad van, az az enyém, a drága szágom, ugye? Úgyhogy amikor ebből elkezdünk felgyógyulni, felébredni, akkor nem betegítjük meg magunkat és a másikat, a környezetünket, a világot. De annyira hozzászoktunk, hogy azt hiszük, hogy nincs is alternatíva, pedig van. Van. De akkor ha tiszta tudattal cselekszem valamit, az nem karma lesz. Az nem karma, de tiszta karma lesz. Tiszta karma. Értsük meg, a karma az nem rossz vagy jó, tudod, hanem az cselekvés, következmény. Ok és okozat. Gondolat és a következő belőle. Érzelem és a következő érzelem. Szó és a másik szó. Négy eres kábel, így, és rajta van az énségnek a szigetelése. És ez megy végtelenből végtelenbe. Inkarnációk százain és ezrein keresztül. A jó hír az, hogy mi választjuk meg, hogy milyen jel fut ezeken a kábeleken. Mi választjuk meg, hogy milyen vastag a szigetelés rajta. Mekkora a bizalom földelése, ugye? Mennyire vagyunk a pillanatban, ez a biztosíték. Elveszted a pillanatot, az összes biztosíték leolvad. Egy képzett világba kivetíted magad, biztos, hogy veszítesz. Miért? Leváltál a pillanatra, kihúztad a földkábelt, és akkor olyan rövid zárlatok vannak, olyan szikrák vannak, hogy az hihetetlen. Úgyhogy a karmával semmi baj nincs. Miért teremtesz? Ha teremtés van, karma is van. Ha tisztulás van, akkor a karma eloszlása is van. Ha tartózkodsz a teremtéstől, nincs karma, de akkor élet és halál sincs. Úgyhogy jó hírem van, megszülettél, életben vagy, karmát hoztál, karmát tartasz, bontasz, oldasz, teremtesz, veszítesz, tisztítasz, amit akarsz. Csak hogy tudd, hogy mit akarsz. Jó. Egyéb kérdés? Hogy lehetünk türelmesebbek? Mondd el még egyszer a kérdést. Én hogy lehetek türelmes? Mondd el még egyszer a kérdést. Hogy lehetek türelmesebb? Uh-huh. Még egyszer mondd el a kérdést. Ugye, hogy egyre nehezebb türelmesnek lenni? Nem, amúgy most még az vagyok veled. A gyerekek hoznak a sodrodba. Pontosan, én mindjárt gyerek leszek, és mindjárt kihozlak a sodrodba. Van erről egy fantasztikus történet. De az első mondjuk tényleg Vimala Kirtinek az a mondata, hogy a teremtetlen türelmes elviselése. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy itt ilyen elképesztő jó körülmények között itt üldögélünk, és így minden megvan, és így tanítást kapunk, rizstortát kapunk, jó meditációs vezetést kapunk, és így minden rendben van. És kiderül, hogy amikor te befelé nézel, akkor egy ilyen állatvilág, démonvilág, istenvilág, minden van, csak nem az, amire számítasz. És akkor ez elkezd kitisztulni, és akkor az a legdöbbenetesebb, hogy van a pillanat tisztasága, ez a végtelen tér, végtelen idő meccéspontja, ez a pillanat, és nincs benne látszólag semmi, de az a teljesség érzésével ruház fel. Erre az intellektus nem tud gombot varni. Mert rájön, ha valamit gondol erről, az már hamis. Úgy, ahogy van. És akkor megmarad, jó sok tréning után, ebben a teremtetlenben. Tehát a teremtetlen türelmes elviselése, ez Buddha idejéből van, ez egy világi tanító, később ugye nagyon sok szutrát leírtak, és az ő kommentárja is ott vannak. Sőt, van egy Vimala Kirti Nirdesha szutra, ami az ő tanítása. Ez kell az igazi türelem. És ezen az alapon a karmák nagy részét el tudod viselni, ami a vakfoltod, azt nem. Tehát ahol be tudják nyomni a gombjaidat, azt nehezen. Most egy gyerek azért született hozzád, mert ösztönösen, már amikor megfogant a kis keze, rajta van a billentyűzeteden. És néha szeretet, néha gyötrelem akkordjaival játszik. És ez az emberi élet alkotó része. Mi a szülő feladata? Hogy az ő középpontja erősebb legyen, mint a gyereké, és mégis együttérzéssel és türelemmel kezelje azt a kis lázadó karmát, amelyik ott van. Tehát a türelmetlenségből türelmetlenség lesz, az biztos.
szó-szót követ, pillanatokat pofoszkodunk. Nagyon gyorsan. Tehát ez az, amit a türelem szépen meg tud fogni. És hogyan tudsz türelmes lenni, hogy visszalépsz a jelenségből, a lényegbe, a keletkezetből, a nem keletkezőbe. És akkor egy természetes távolság, de nem leszakadó attitűd az lesz. Beáll egy távolság, de még kapcsolatban vagyunk, csak éppen nem fél méterről üvöltünk egymás arcába, hanem 3 méterről látlak és hallak, és ennyi időm van, hogy eldöntsem, hogy mit mondok neked. És a türelem az egyenlő a tér és az idő megadásával, és ez néha az életet jelenti. Tehát ha én segíteni akarok abban, hogy felébredj, mert a jelenlegi viselkedésed arra utal, hogy itt még munka van ezen a területen, akkor én hátralépek. Hátralépek 2 lépést miért? Mert akármennyit vitatkozom veled, nem tudlak meggyőzni, sőt, még rosszabb lesz. Energiát veszítesz. Kész. Vége, mert nem tudlak fölfelé hozni, mert a leghülyébb megnyilvánulásokba akadunk bele, és vitatkozunk. És a gyerek nagyon-nagyon hamar megérzi, hogy az oldalán állsz-e vagy sem. Mert sajnos szülők néha olyan szélsőségesek tudnak lenni, hogy a gyereket a nézőpontjával együtt akarják darabokra törni, energetikailag. Lássuk be, vannak ilyenek. Ez az, amikor a gyerek bizalma teljesen eltűnik a szülőben. Tehát hogyan tudsz az oldalán állni úgy, hogy nem fogadod el, amit szeretne. Tehát például elmennétek fagylaltozni, el is mentek, és a legjobb fagylaltból 3 gombócot az a 6 éves megevett. A vércukra már tényleg a korona csakráján száll ki annyi, és akkor egy 1/4 gombócot. Anyuka azt mondja, hogy nem. Már ettél eleget. De én akkor is! És akkor jön a dű, mert a vágytárgyát ugye nem kapta meg. És az első reakció az lehet, hogy milyen alapon vagy dühös, és a szülő is fölhergeli magát, és a kis dű és a nagy dű összekapaszkodik, és egy ilyen hatalmas szikra eső van. Nem érsz vele célt. Egyrészt a gyerek ki tudott hozni a sodratba, másrészt pedig nem adtad meg neki a tanítást. És ilyenkor mi a tanítás? Édes gyermekem, nyugodtan legyél dühös, én ezt látom, elfogadom, tudom, hogy miért vagy dühös, mert nem kaptad meg a 1/4 gombóc fagyit. És azzal, hogy én ezt látom és elfogadom, én nem leszek rád dühös, de nem fogod megkapni a 1/4 gombóc fagyit, mert ez az érzelmi támadás a bölcsességet nem fogja elhomályosítani. De nyugodtan legyél dühös, én akkor is szeretlek. Viszont nem lesz 1/4 gombóc fagy, és nem lesz 5. sem. Na most ezeket a paradoxonokat be kell tudni vállalni ahhoz, hogy célt érj. Nagyrészt a lelkünk nem racionális. A racionalitás tényleg olyan, mint a halászháló az óceánhoz képest. Nagyon kicsi és nagyon kevés. A közvetlen rálátással többet tudsz felfogni, onnan tudod, hogy jól csináltad, hogy amikor az instant frusztrációnak vége van, és egy gyerek végre fölébred abból a kicsi érzelmi állapotából, amiben volt, az első szeretet megnyilvánulásra szeretettel válaszol. Miért? Mert azt akarja. Csak még nem tudja, hogy hogy kell kiváltani. Tehát amihez te jól viszonyulsz, annak energiát adsz. Amihez te nem viszonyulsz jól, az kihúzza belőled, az kényszer, az nyomogatja a gombjaidat. Tehát nézd meg az akció-reakció működését, amire reagálsz, az erősebb lesz, amire nem reagálsz, az gyengébb lesz. A gyengébb reakciót fog egy idő után kiváltani. Az erősebb öngerjesztő lesz, és megy fölfelé. És a türelem az így nem gyengeség, nem hanyagság, nem csak így eldobom, nem érdekel, nem foglalkozom vele, hanem egy olyan jelenlét, amiben egyre kevesebb impulzus van. Egyre inkább csak egy szilárd energia van, de nincsen mozgás benne. Ez tud tisztítani. Egyéb kérdés? Szívesen. Hogyha azt érezzük, hogy egy döntés meghozatala óriási fájdalmat okoz, vagy így a lelkünkben, akkor ez azt jelenti, hogy én erre még nem állok készen, és még meditálni kell rá, vagy keresztül kell húzni magunkat rajta, és utána... Mi a cél? Az a cél,
hogy valamit elér. Nézd meg, hogy ez egyáltalán vállalható-e fájdalom nélkül, és hogyha nagyon nagy dolog, nagyon nagy változás, nagyon fontos lény állott a célkeresztben, szinte biztos, hogy fájdalom nélkül nem fogod elérni azt, amit akarsz. Az igazi kérdés az, hogy te kivé válsz ezáltal, és amikor eléred a célt, az valójában mi lesz? Sohasem olyan távolról, mint amikor ott vagy közvetlenül. De miért kell szenvedni? Nem kell, de szenvedtetjük magunkat és a másikat, mert rengeteg téves nézetünk van, rengeteg hamis önképünk van, rengeteg illúziónk van, amelyeket ugye beszeretnénk helyettesíteni az igazság helyére. Tehát a szenvedés, annak a ténye a négy nemes igazság elseje, az oka a másodika, megszüntetés a harmadik, megszüntetés útja a negyedik. És minden karma relatív, minden karma teremtett, és ez azt jelenti, hogy nem kell szenvednünk, nincs elrendelve. Tehát, hogyha feloldjuk a hamis önképeket, feloldjuk a dualitásban való szétesettséget, feloldjuk a múlt, jelen, jövő hármas világába való széttagoltságot, akkor igen, meg lehet szabadulni a szenvedéstől. Tehát a nem kettősség, a születés és halál meghaladása, a téves nézetek levétele, a dualisztikus reakciók átlátása, uralása, ez mind-mind a szenvedésből kivezető út egy-egy mérföldköve. Lehet járni az utat, meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor nem szenvedtetjük magunkat és másokat. Ez lehetséges. Folyamatosan a pillanatban kell lenni. És tisztán látni, tisztán hallani, tisztán érezni, beszélni, cselekedni. És ez a tisztaság a nem önösség. A nem jóra és rosszra szakítottság. A nem duális alapú döntés. Úgy nagyon könnyű dönteni, hogy csak nekem vagy csak neked legyen jó. De hogy mindkettőnknek vagy mindannyiunknak az legyen, az már munka. Az nagyon nagy munka. És az a jó ír, hogy ezt lehet. Hát az a szerencsénk, hogy van egy valami, amit a tiszta tudatnak, vagy igazi önvalónak, vagy emberi természetünknek mondunk, vagy buddha természetnek. Tehát lehet. Befektetett munka, megfelelő tanító, tanítás és tanítványi közösség. És megy. Megy. Az is igaz, és itt nézd meg mondjuk a 10 bika történetet, hogy amikor a bika nyomait, a saját karmádnak a lenyomatait meglátod, akkor a közvetlenül utána keletkező tapasztalás az a bika hátsó tompora jó barnán sárosan. Tehát, hogyha a helyes meditációt tanulsz, és nem valamilyen relaxációs, imaginációs technikát a megszabadulás útja helyett, egyike sincs semmi baj, csak ne cseréljük össze a kettőt, jó? Akkor a bika tomporát látod. Hirtelen bűntudat jön föl, hirtelen elképesztő adósság belül följön. Kiderül, hogy hol hazudtál magadnak és másoknak, és ezek nem tudnak nem följönni, mert ezek a legégetőbb traumák. Ezek a legborzasztóbb torzulatok belül. Sorolhatnám. De mindenkinek magának ott van a kis bevásárló listája, mert egyszer csak beletetted a karmádat a kosárba, hazavitted, betárasztad és eldobtad a spájznak a kulcsát. Aztán az ajtó alatt elkezdett a rohadt lé kifolyni. És bűzölögni, ami ott már rég ki kellett, hogy kerüljön a napvilágra, de mégsem. Úgyhogy meg lehet szabadulni a szenvedéstől. Fel kell ismerni az okát, megvan a megszüntetése, ki van mondva, az út járva van, csak követni kell. Jó? Jó, de hogy az ember természetéből fakadóan például kötődik embertársaihoz, és ha őket elveszíti, akár családtag, akár barát, akkor csak a jelenléttel tudom kihozni magamat ennek a fájdalmából. Igen, és ezután vagy ugyanazokat a kapcsolatokat megtisztítva újra fölvenni, vagy más kapcsolatokat. Tehát a családi az adott, hiszen beleszülettél, az apád mindig az apád, az anyád mindig az anyád, ez teljesen így van. De néha nem árt egy kis időt kérni, és azt mondani, hogy apa, anya, köszönöm, amit kaptam tőletek, de most nem tudok teljesen hálás lenni,
mert azt érzem, hogy a hátizsákomban olyat viszek, ami ennek az akadálya. Elmegyek egy hosszú útra, végigjárom, visszajövök. Pár hónap, pár év, még nem tudom. De amikor kiraktam, könnyebb lélekkel, tisztább látással visszajövök, akkor tudok majd teljesen hálás lenni azért, amit kaptam tőletek. Ez emberi, ez normális. És a barátok, párkapcsolatoknál honnan tudom, hogy lejárt egy kapcsolat, hogy nincs már úgymond létjogosultsága? Az, egyikőtök sem akar javítani rajta, egyikőtök sem akar tisztítani rajta, újra teremteni, megszűnt az energia, és akkor megszűnt a hit is. És akkor köszönjük szépen, három lépés, hála és köszönet, megbánás és megbocsátás, és viszontlátásra. És meditáció. A kettőt nem hoznám összefüggésbe ilyen gyorsan, mert akkor úgy tűnne, mint hogyha a meditáció az itt eléggé negatív lenne a válás része, de nem. A meditációra akkor is szükség van, ha együtt maradtok, és akkor is, ha nem. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? És ha az egyik fél akar még javítani a kapcsolatot? Hát akkor nagyon sok hittel, szeretettel rá kell bírni a másikat, hogy ő is akarjon. Ennek megvan a maga ideje. Tehát nem fogunk szeretetet koldulni éveken keresztül egy betonajtó előtt. Ha a másik akar javítani? Hát akkor neked kell eldöntened, hogy a szíved ajtaját kinyitod-e ismét, megint megbízol benne, megint engeded, hogy szeressen és sértsen. Ez a te dolgod. Változott-e annyit a másik, hogy ezt megenged neki? És ha nem, akkor vigyázz, mert valószínűleg hasonló fog történni. Köszönöm. Szívesen. Próbálom figyelni a pillanatot, és valószínű nem vagyok teljesen tudatosan a jelenben. És csak azt veszem észre, hogy már fizikai tünete volt valaminek, mondjuk fáj a fejem, és csak észre kellett volna, gondolom, bennem valami érzelmi vagy egyéb reakciót, hogy akkor hogy lehet a leggyorsabban visszakerülni? A négyzetre emelt absztrakció eredendő bűnét követted el. Aha. Tehát amikor úgy vagy a pillanatban, hogy közben fáj a fejed és nem vagy jelen, az egy absztrakt pillanatkép. Gyorsan lefényképezted és belementél a képbe, és kész. Tehát hogyha te tényleg jelen vagy a pillanatban, akkor nincs semmi itt fönt, ami felesleges lenne. Onnan tudod, hogy működik, hogy az intuíciót pont azt az emléket hozza fel, amire szükséged van, és pont azt viszi vissza a tudattalamba, amire nincs szükséged. Tehát a jelenlét az nem lehet ilyen terhelt, mint ahogy mondod. Akkor a karma az nagyon komolyan beárnyékolja. Igen, az föltűnt, hogy a karmám az nagyon erős. És hogyha annyira erős, akkor hogyan tudok visszakerülni a jelenbe, vagy hogyan tudok megszabadulni tőle? Semmi baj az erős karmával, csak szolgáljon valami mást, mint önmaga. Te most gondolod, hogy a régi gőzmozdonyokon, a kedvencem volt a 424-es, ezzel a két ellenzővel, az a légterelő ott elől a kazánnál, az fantasztikus volt. És az extra nagyméretű szenes kocsiba olyan mennyiségű szén befért, hogy az hihetetlen. És a szenes kocsiból, amikor ugye dobják a kazánba a szenet, akkor ott nincs tudathasadás. Semmi gond. A karma az éberség tüzében elég, és energiává válik. A fűtő is teszi a dolgát, a mozdonyvezető is teszi a dolgát. Képzeld el, hogy a mozdonyvezető és a fűtő egy személy. Így uralod a karmádat. Pont annyit teszel a kazánba, amennyi kell. Ha túl kevés, kialszik a tűz. Ha túl sok, akkor is kialszik a tűz, mert lefolytja. Túl sok gondolat? Nem vagy éber. Túl kevés gondolat? Nem vagy működőképes. Nézd meg, mennyi kell. Érzelem ugyanez, beszéd ugyanez, cselekedet ugyanez. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ugye beszéltünk ezekről a csomókról, amikor folyik a folyó, és akkor vannak csomók. Örvények, igen. Örvények, így ilyen, van. Szanszkritul vritti, hogyha vritti. Utána akarsz az nézni, az de az. Nem fontos. És akkor egyszer csak ezek a vrittik úgy összegyűlnek, és lesz belőle például egy Margit-sziget. Igen, ezt úgy hívjuk, hogy szanszkára. Tehát egy olyan tudatalatti módosulás, amely folyamatosan befolyásolja a pszichédet. Tehát amikor ezek összeállnak és egy kritikus tömeg fölé mennek, akkor a tartós személyiség torzulás beállhat.
És van még egy olyan állapot, amikor úgy érzed, hogy a víz visszafelé folyik. Az nagyon komoly. Tehát amikor úgy érzed, hogy a téridő kontinuuma visszafelé folyik, akkor szerintem, az én eddigi tapasztalatom szerint, olyan gyökeres változás van, hogy vagy teljes önsorsrontásba átmegy a dolog, vagy az addigi önsorsrontás szakad meg teljesen. Attól függ, hogy addig mit csináltál. Mindent elveszítesz. Igen, de ezek után minden más formában visszajön. Mi az, amit elveszítesz? Mi az, amit visszakapsz? Amikor így visszafele folyik az egész világ a feje tetejére állt. Igen, addig a feje tetején volt, vagy a talpán volt? Utólag azt érzi az ember, hogy addig volt a feje tetején. Előbb-utóbb a talpára áll, mert minden lélek valahol a boldogságra vágyik, ezt öntisztulás nélkül nem tudja megélni. Minden test valahol az egészségre vágyik, ezt gyógyulás nélkül nem tudja elérni. Tehát bízzunk abban, hogy az elképesztő mennyiségű hibánk, téves nézetünk és kényszeres duális reakciónk mellett, sőt fölött van valami, ami ezt látja, meghaladja, és valami nagyobb szolgálatába tudja állítani. Ez lehet a Shiva kegyelem? Nézd, ha már Trimurti, akkor hozzuk ide Brahmát, Visnut, és akkor Shiva társaságban van. Nem jó őt egyedül hagyni. Tehát, hogy mit tartasz meg, és mit tisztítasz ki az életedből, az annyira fontos, hogy ugye Indiában néha közös képen ábrázolják Visnut és Shivát. Mind a kettő attribútumai egy képen, egy alakon szerepelnek. Brahmá, mint teremtő, nem nagyon szokták behozni ebbe a duálisba, hogy harmadikként ott legyen, mert a teremtés már itt van, az eléggé világos. De hogy mi az, amit megtartasz belőle, és mi az, amit kipucolsz belőle? Nagyon fontos. A kapcsolatok szintjén is, tárgyak szintjén is, gondolatok, érzelmek, beszéd, cselekedet szintjén is. Tehát merjünk egy picikét nagyobb tudati térben létezni. Aztán köszönöm. Itt már kiderül, hogy mi az, ami marad, mi az, ami megy, ki az, aki fontos, ki az, akit később hívsz vissza, vagy egyáltalán nem. Köszönöm. Szívesen. Én a szeretetről szeretnék kérdezni, hogy miért nehéz néha szeretni olyan embert, akit, vagyis miért nehéz kimutatni annak, aki téged szeret, meg te is szereted. Most konkrétan én a szüleimre gondolok, tehát hogyha így úgyis meg fogod kérdezni, úgyhogy inkább így elébe megyek, hogy úgy mindig csodálom például azokat a barátnőim, akik így anyukát puszilgatják, apukát ölelgetik, és hogy itt én is szeretném, de hogy valamiért nem tudom. De közben szeretem őket. Nézd, és van egy ilyen értelek, blokk. Itt azért, ha megnézed a szülő-gyermek kapcsolatot, sok minden egyéb is van a szeretettel együtt. Soroljam. Tehát olyan elképesztő árukapcsolás van érzelmi karmában, hogy mikor a szeretethez a dominanciát párosítja, és akkor az egész átmegy egyfajta zsarolásba. És az élmény az, hogy ha engem szeretnek, akkor még emellett ez történik. Na, ezt nem szeretnénk. Tehát jó, szeressél, csak maradjak életben. Tehát nagyon fontos az, hogy ez egy tiszta szeretet legyen, és a szereteten látszik meg a leghamarabb, ha valamilyen énes elem beszennyezi. Tehát a tiszta szeretettől senki nem fél, mert teljesen érdekmentes, énmentes, azt akarom, hogy boldog légy. Sőt, a magam boldogságát, akár életét is a tiéd szolgálatába állítom. Ezt lehet. De amikor a szeretetbe belekeverednek olyan elképesztő önző karmák, amelyektől te nem bízol meg a másik félben, legyen a szülő, pár, gyerek, egyebek, akkor kétszer is meggondolod, hogy újra kinyisd a szívedet. Akkor ez azt jelenteti, hogy mondjuk nem feltétlenül magamba kell keresni, hogy én miért nem vagyok erre képe? Tehát, hogy ez lehet, hogy ennél sokkal... Itt a résztvevő lelkeket ugyanabban a tükörben kell látni, hogy a magam része és a másik része egyaránt jól látszon. És van egy aranyszabály, hogy csak a sajátodat tudod javítani. És reméled, hogy ez inspirálja a másikat a sajátjának a kijavítására. Miért? Mert a szeretet
az nem azt jelenti, hogy az autonómiádat elveszíted, és hirtelen más fog látni a szemeddel, és más fog hallani a füleddel. Tehát az autonómia megvan, de emellett nagyon jól látsz a másik szemén keresztül, de a sajátoddal. Jól hallasz a másik fülén keresztül, de a sajátoddal. Oké? Na ez az együttérzésnek az alapja. De sem a felelősséget, sem az önállóságot a szeretet gyakorlása közben nem veszítjük el. És hát ez ugye a jézusi hármas szeretet fogalom első kettejére igaz, a filié, az a felebaráti szeretet. És már ez is néha nehéz és terhelt, holott sokkal távolabb és nem annyira heves, mint az erosz, az érzéki szeretet. És van a transzcendens, az agapé, amely hát ugye nem tartalmaz ilyen problémát, hogy énség, hiszen az önvalóval egyé válsz te, mint a pici kis csepp, és innentől kezdve boldog vagy az egyévválás tapasztalatában. És innentől kezdve, hogy ezt a háromféle szeretetet úgy magadban kódolod, hogy éppen melyikkel foglalkozol, lehet jól csinálni. Nem szabad fölcserélni egyiket a másikkal. Hatalmas problémák van, lehetnek belőle. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy nem tudom, hogy hívják azt a karmát, ilyen szinte öntudatlan karma, csak föltűnt, hogy hajlamos vagyok vagy én tönkreteni dolgokat, úgyhogy nem szándékosan megyek oda, hanem csak éppen indulok hozzá, és akkor megy tönkre. Vagy előszokott fordul, hogy én viszont vigyázok valamire, és aztán más teszi úgy tönkre, hogy én kölcsönadom, és úgy kapom vissza, hogy el van törve, hogy ebben van valami összefüggés. Van. Ez az átláthatatlan tönkretétel karma alanyi és tárgyas oldala. Az alanyi, amikor te teszed ezt teljesen átláthatatlanul, a tárgyi az, amikor valaki más teszi ezt, szintén nagyrészt átláthatatlanul, de ez az, amikor Shiva a rossz zenére táncol. Tehát nem az megy el az életedből tárgyilag, aminek tényleg kéne, mert már kifutott, lelkopott és egyebek, hanem az, aminek még működni kéne, az éppen szétesik, leesik, működésképtelenné válik, stb., mert valakik nem figyeltek. Vagy te, vagy más, vagy mindkettő. Na most itt van a kulcs, hogy azt a karmát, amit mondjuk a Trimurtival teremtés, megtartás, pusztulás, pertisztítás alakban látunk, azt a figyelemmel és a jelenléttel és a látással lehet irányítani. Az óvatlan teremtés pont olyan probléma, mint az átláthatatlan pusztulás. Úgyhogy ezzel a figyelemmel tudsz gazdálkodni. Ha jobban figyelsz, akkor ilyen hirtelen tönkretétel, tönkremenetel karmák, hú, kiesett a kezemből, és a kezedet kivezérli. Ez így oké? Választ kaptál a kérdésedre? Köszönöm, akkor csak jobban kell figyelnem. Igen, nagyon jó kell figyelni úgy, hogy az alany és a tárgy, a magad és a másik egy térben legyen, és ne ugrándozzunk jobbra-balra. Szívesen. Én a meditációhoz szeretnék most kérdezni, hogy én ugye mantrával meditálok, és észrevettem, hogy még a mantra közben is tudok gondolkodni. Mert okos vagy. Többsávos okosság az elméd egyik kitűnő tulajdonsága, az egyik sávon főz, a másik sávon gondolkodik, a harmadik sávon vezet, tehát a negyedik sávon mantrázik. Megy a mantra, és megy pontosan. A teljesen más. Ez egy ideig tök jól ment a mantra, amíg nem tudtam olyan jól, és akkor emlékezni kellett, stb. És amikor már így benne van az elmémben, akkor megy a mantra, és megy a mozi. Igen, ez így van. Ez azt jelenti, hogy rosszul meditálok? Vagy... Nem, ez azt jelenti, hogy túl okos vagy. Tehát amikor az absztrakció eredendő bűnéről beszéltem, akkor itt a több sávú intellektus széttagolásáról beszélek. Miért? Minél több sávot nyitsz, annál gyengébb lesz az összteljesítmény. Tehát ezért mondja Sung Sen Zen mester, ha mantrázol, csak mantrázz. Ha vezetsz, csak vezess. Ha eszel, csak egyél. És nem egyszerre tévét nézek, újságot olvasok, mással beszélek, eszem, mosok, stb. Nem megy. Szét van tagolva a figyelem, és elgyengül. És amikor hirtelen meg kéne szabadulni ettől a sokságtól, a kényszerű differenciálódástól, nem tudja megtenni. Nincs gyakorlata. Nem szokta meg, hogy ő valójában egy. És ha ez az egységélmény nincs meg,
akkor szét tud esni. De úgy szét tud esni, hogy nem is tudja, mi vágta a földhöz. Tehát elgyengült, és amikor egyszer csak a tudat terébe valami nagy oroszlán bejön, szétüti az egészet. Ez lehet egy sok, lehet egy másik ember rossz karmája, lehet baleset, bármiféle hirtelen nem várt, nem akart változás. Hol voltam akkor én? A válasz az, hogy 20 000 darabban, mert arra tagoltad szét az elmédet. És nem tanultál meg úgy figyelni, hogy annak lehet egy tárgya, két tárgya, három tárgya, vagy zéró tárgya. Tehát a meditációban a tárgyatlan tudat az a fontos. Hát az az, amikor a tükör nem mutat semmit, nem ragaszkodik semmihez, nem azonosul semmivel, és ezért egyben van. Tehát a meditáció megerősíti a jelenlétedet, a tudatodat, a reflexió, látás képességét, ha jól csinálod. És akkor a mantra közben a külső hangokra, tehát hogy ugye egyszerre egyet csinálunk, de azért én észreveszem azt is, hogy nyilván a környezetemet, tehát a külső hangokra is figyelek, miközben a mantra is megy, ez így nem annyira jó akkor. Az, hogy passzívan beszűrődnek a környezet hangjai, az rendben van, de hogyha te a gyönyörűséges surangama mantra recitálása közben azt nézed, hogy hanyatszor kukorékolt a kakas egy percen belül, vagy hogy hányféle cinege akcentust lehet megkülönböztetni a környéken, az sok. Az sok. Tehát a figyelmet, ha mászkál jobbra-balra, nem jó. Mozdulatlan tiszta tudatban, főműsoridőben az aktív mantra tükröződik, de meghallod még mondjuk a távoli kutyaugatást, vagy a kocsinak a zaját, teljesen rendben van. És hogy lehet akkor elrontani a meditációt? Tehát mire kell figyelni, hogy azt, hogy mitől tudom, hogy jól meditálok? Hogy nem szánszel és itt vagy. Tehát ebben a pillanatban, ami a tér és az idő meccéspontja, ha ebben jelen vagy, akkor nem rontod el. Tehát és olyan rontás nincs, amit ne tudnál javítani, csak elmegyünk mindig kukutyimba zabot hegyezni, kiderül, hogy nem voltál itt, elmentél gondolat, érzékszerv és egyéb világba, és egyszer csak visszafordulsz, és visszajössz a nyúl üregén, és megint itt vagy. Ezt napjában több ezerszer megcsináljuk. Nincs jó vagy rossz meditáció. Tehát viszont van elvégzett és el nem végzett gyakorlat. Én annyira örülök, hogy ma együtt gyakorolhattunk. Ez egy fantasztikus élmény. Igen. Tehát ha nem maradok le egy lélegzetről se, akkor jól csináltam. Igen, de ha kimondod belül, hogy jól csináltad, akkor már egy lélegzetről biztos, hogy lemaradtam. Én lemaradok rengetegről, csak ezt szoktam magamnak mondani, amikor visszatérek, hogy megint lemaradtam legalább X lélegzetről, amikor nem voltam. És ez segít visszatérni a lélegzethez? Mert szerintem ez csak késlelteti. Tehát ez a mondat már egy olyan késleltetés, amely alapján csak azt tudom mondani, önminősítés nélkül tér vissza a tiszta tudathoz. Már látod, hogy nem ott vagy, akkor verbalitással miért húzod az időt? Gyere vissza, és kész. Jó. Tehát ha 30 percig ott vagyok, akkor volt jó. Nem. Ha 30 életen keresztül vagy ott, az se elég jó. Mert a 31-edikben leesel róla. Oké. Ne minősíts. Az ékszerelmét csak vedd észre a hibát, és javítsd. De önmagadat nem minősítsd, ez egy ugyanolyan hamis önkép, mint bármi más. Bűnös vagyok, erényes vagyok, kuka. Most láss tisztán, most hajj tisztán, most érez tisztán, most cselekedj tisztán. Önminősítés nélkül, de látva az ok és okozat működését. Helyesen használva a szándékot, motivációt, célképzetet. De önképet ne rakj rá. Na, ha ez eléggé paradox, akkor helyben vagyunk. Ehhez kapcsolódik, hogy a jelenlétet a mantra praxisban a hangos ismétlés, az segítheti? Igen, segítheti, de a halk ismétlés sem rossz. Hogyha magadban ismétled, akkor a lélegzett tudatosság az lesz a vívő, és a mögött van a mantra. Hogyha hangosan énekled, akkor nem nézed a lélegzetet. Nem kell. Úgyhogy csak énekelj. Akár magadban, akár hangosan. Egyetlen egy dolog fontos, hogy a mantra praxis három velejáróját azt ne feledjük el. Az egyik, a tudat önvédelme az elme ártó hatásai ellen. Tehát a saját magunk legnagyobb ellenségei vagyunk, mert a saját hülyességünket elhisszük.
És a mantra praxissal gyakorlatilag olyan teret tudsz létrehozni, amely védett. Nem hatol be a saját magad összes duális reakciója, önbüntetése, önfelmentése, önképalkotása. Ez az első. Így más és sem. Tehát más sem tud megfertőzni a véleményével. A második a jel és a zaj elkülönítése. Tehát amikor te mantrázol, akkor automatikusan az, ami nem fontos, az kimarad a tudat teréből. Ami pedig fontos, az mint jel ott marad, a zaj pedig elmegy. A harmadik pedig a mantrának a szó szerinti jelentése, mert hogyha egy tudatnak, egy léleknek te állandóan azt mondod, hogy menj, menj, juss át a túlsó partra, vágy Buddhává, ez a gáté, gáté, para, gáté, para, szem, gáté, bodhisváha, akkor olyan mélyen belemasszírozzuk a tudattalanunkba, a tudatos személyiség segítségevel, hogy előbb-utóbb az lesz. Ezért mantrázunk, ezért a háromért. Tehát kondicionáljuk magunkat, tisztítjuk magunkat, védjük magunkat. Ez nagyon fontos. Teljesen tudatosan, saját elhatározásból. De ha ezt nem tesszük meg, akkor majd valaki valami más megteszi helyettünk. Ezért kell odafigyelni. Csak mantráz. És kész. Gyakorlom a nagy kérdést meditáció alatt. És ugye belégzésnél mi ez, kilégzésnél pedig figyeljük, hogy mit hozott felszínre. És valamikor belebonyolódok, mert annyi mindent hoz fel, hogy nem engedi el az elmémet. Az elme nem engedi el azt, amit fölhozott. A kérdés az átvágna rajta, mint a kard, de az elme rátekeri a dzsungel összes liányát és léggyökerét, nehogy a kard az vágni tudjon. Ez így van. Tehát amikor ragaszkodunk ahhoz, ami a tudattalamból feljött, és elkezdünk rendet tenni benne az ékszerelméleten, ne akarjál rendet tenni. A látás általi megszabadulás bőven elég. Tehát, hogyha az elme a tudattalan tartalmához elkezd ragaszkodni az elemző egyéb ugye, műveletek végzésével, akkor a kérdés nem, hogy elgyengül, úgy eltűnik, mint hogyha a kardot egy ilyen kohóba beledobnád, és szervusz. Felolvadt. Ennyi lett. Aztán rájössz, hogy elvesztél a dzsungelben, és akkor ki kell húzni a kardot a sok-sok lián, léggyökér és gyom közül, és akkor megint vágni vele az illúziókat, és nem engedni rátekeredni. Okay. Ilyenkor nem célszerűbb a mantra praxissal feloldani ezt? Attól függ, hogy mennyire vagy benne a sűrűben. Hogyha nagyon a susnyásban vagy, akkor mantra és leborulás nélkül nem jössz ki. Vékony a kard. Úgyhogy kell a széles sávú, nagy lombtakarító és előre. Akkor ezt jól éreztem. Aha. Így van. A kérdés belégzéssel jön, ami automatikusan megjelent az kilégzéssel, úgymond engedjük el, az nem egy jó praxis. De csak ne várd, hogy pont a kilégzésre fog eltűnni. Figyeld a légzésedet, de megmondom, belégzésre is eltűnhet ám karma. Nem kell megvárni a kilégzést. Igen. Örülök. Tapasztaltam. Jó, tehát ha túl jól akarod csinálni, és túl módszeres vagy, akkor a módszer fogja meg az egészet, és megköti a folyamatot, és akadályá válik a módszer maga. Jó. Érted. Köszönöm. Szívesen. Én eddig mantra meditációt végeztem, és ma kezdtem el ezt a nagy kérdés meditációt, és megkérdezem, hogy mi ez, nem érti, tehát hogy nem jön válasz se, vagy nem jön fel semmi, mert hogy nem érti, hogy mire kérdezek rá, hogy mire ez. Tehát, hogy ez a mi ez kérdés. Mi az, ami lát a szemeddel, mi az, ami hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, és belül mi az, ami kimondja azt, hogy Andrea. Tehát az az önvaló, ami a számtalan önképnek valahol az eredője és a tulajdonosa, ez a kérdés alfája és omagája, az alanya és a tárgya egyszerre. Tehát erre az origóra kérdezek. Pontosan. Amire, mert hogy nem az, hogy mi ez, hanem a... A mi ez, az tárgyas kérdés. Tehát Igen. Akkor a karmád 10 000 jelenségére kérdez rá, hogy mi ez?
Ez később lehet, amikor a karmát elemzés nélkül akarod oldani. Elmetevékenység nélkül a tisztánlátás által szeretnéd megszüntetni. Lehet, csak nagyon nagy energia kell hozzá. De az eredeti, az alanyi, a tárgyatlan, mi ez kérdés, ez csak befelé irányul. A tükörre irányul. A tükörről engedi lepattanni azokat a foltokat, amelyeket az önképhez való ragaszkodással tettünk oda. Tehát ez a tükör tisztítása, ez a tárgyatlan mi ez kérdés. A tükör használata az a tárgyas mi ez kérdés. Az alanyi tárgyatlan mi ez kérdésben nincs tárgy a tükör előtt. Ha van, engeded elmenni, nem foglalkozol vele. A tárgyas mi ez kérdésben már azzal foglalkozol, hogy a látás által elkezdjenek rendeződni a dolgok. Akkor már látsz, hallasz, tapintasz, ízlelsz, gondolkodsz, és mindezt látod. Az alanyiban le kell pucolni az egészet. A lényegre irányul minden. A tárgyasban az igazságra irányul minden. Egyébként a kettőt együtt is lehet csinálni, csak ha elkülönítem, akkor jobban föl lehet építeni, és ennek a működése az, amit harmonikus életvezetésnek lehet hívni. Lényeg, igazság, működés. Köszönöm. Meg meséltél valamikor szintekről, hogy különböző meditációban vannak szintek. Ezeket meg tudnád ismételni, légy szíves? A zenben eredetileg nincsenek szintek, de a régi hagyományban, például a Theravádában megkülönböztettek négyféle gyánát, négyféle elmélyülést. Ezt úgy mondom el, hogy a zenben ezek nem jellemzőek, mert vagy a pillanatban vagy, vagy nem. Azért szűkítjük le így nullára és egyre, az ember ne elmetevékenységgel szintezze magát jobbra és balra, mert ezzel ugyanolyan problémát hoz létre, mint a túl jól alkalmazott részletes módszerrel. Elkezd gondolkodni, azt hisz, hogy meditál, de valójában csak minősíti magát, hogy én Sróta Ápanna vagyok, aki a folyamba lépett, tehát a tudat folyam, aminek a bevezetőjében az örvényeiről beszéltem, még csak azt láttam meg? Vagy Sakridagámin vagyok, az egyszer visszatérő, aki már annyit meditált és úgy megtisztult, hogy már csak egy inkarnációja van hátra a Földön. Hogyha a Theravádának az arahat, a teljesen megtisztult ideáját veszed alapul, ez egy hatalmas előrelépés számukra. Utána van az anagámin, a vissza nem térő. Ő már biztos, hogy nem tér vissza. És a negyedik az arahat, a teljesen felébredett, a Buddha, a minden. Na most innentől kezdve, hogyha ezt megnézed, itt valami hiányzik, és a Mahayana vagy a Bodhisattva ideál ezt igyekszik pótolni, ez pedig a négyféle tulajdonság annak a tudatnak, amelyik meghaladta az élet és halál kényszer küszöbét. Azt, ahol még mindig a karmád dominál, amikor visszahullasz a hat keletkezett állapot bármelyikébe. Na most, ha ezt te meghaladtad, a tiszta tudat tulajdonságai a következők. Srávaka, hallgató. Pratyéka Buddha, önerőből megvilágosodó. Bodhisattva, másokért visszatérő és felébredő, másokat segítő. Buddha, felébredett tudatával másokat segítő. De ő már nem születik. Tehát párhuzamba állítható, de itt van egy óriási különbség, a Bodhisattva tudatosan vállalja az újraszületést azért, hogy minden érzékszervhez kötött lényen, szamszádikus körforgásba ragadt lényen segítsen. Ez a Theravádinoknál nincs meg. Az eredeti felosztásban biztos nincs meg. Tehát itt kétszer négyféle tudatállapotról van szó, de a motiváció más, az arahat az eltűnik egy füstoszlopban, nézd meg Huang Po történetét, amikor találkozott egy vándorszerzetessel, és egy megáradt folyó partján azt mondta Huang Po, hát nincs rév, nincs híd, várjuk, amíg leapad. Az arahat pedig fogta, rálépett a vízre, és így szépen átment rajta, és így közepéről így visszanézett, hogy mester, mester, hát miért nem jössz? Azt mondja Huang Po, te arahat, te,
csak a saját képességeidet ápoltad, ha ezt előbb tudom, eltöröm a lábad. És akkor erre az arahat eltűnt egy füstoszlopban. Oké? Okay? Tehát ezek teljesen más irányok, más motivációk. Tehát a 270 fok a zen körön, az a mágia és a csodák birodalma, egy arahat ezt tudja. A bódhiszatva azt tudja, hogy megbocsát, hogy megváltozik, hogy átalakul, hogy átalakít. Ez egy másféle mágia. Úgyhogy a 2x4 felosztás között szemléletbeli, módszertbeli különbségek és iránybeli különbségek is vannak, és mint zen gyakorló azt mondom, mindkettőnek a megismerése nagyon fontos. Jó? Szívesen. Megköszönöm, hogy ma jelenlétetekkel megtiszteltétek templomunkat, hogy együtt gyakorolhattunk. Kérlek, tudjátok, hogy bármilyen alkalommal szívesen látunk benneteket ismét meditáción, szertartáson, és a templom korántsem szürke hétköznapi életében. Gyakoroljunk továbbra is együtt, érjük el a felébredést, és mentsünk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!